Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben. Az idei 63. évforduló is a megszokott rendszerint zajlott városunkban. Általános és középiskolás diákok ünnepi műsora szólt az elbukott forradalom és a mártírok emlékére. Az egykori ÁVU épületénél, a Nagy Imre domborműnél, a börtönnél, Szilágyi László, Dandos Gyula és Bán István emléktáblájánál a Szent István utcán, délben pedig már Babic Béla és Rácz István emlékhelyén koszorúztak a város és intézmények képviselői. Délután az északi temetőben, sírhelyeknél és az 56-os kopjafánál hajtottak fejet a forradalmárok tiszteletére. Tomaszewski András és Szilágyi László emléke előtt tisztelgünk, akiket politikai okokból börtönöztek be. Szilágyi László a Megyei Forradalmi Bizottság elnökeként vett részt az eseményekben. Az ő hívására csatlakozott a Kossuth Gimnázium diákságának egy csoportja a forradalom nyíregyházi eseményeihez. Október 26-án a Városi Munkács Tanács elnöke lett. Tomaszewski András szintén jelentős szerepet vállalt, amikor az irodaház tetejéről levert vörös csillag helyére kitűzte a nemzeti színű lobogót. Történelmi tény, hogy Nyíregyházára csak október 26-án jutott el a forradalom híre. Az események középpontjában Szilágyi László és Tomaszewski András állt. Ők fogták össze a város, sőt a megye forradalmi eseményeit, megszervezték a hétköznapokat. Szállították a pesti híreket, de erős kézzel vigyázták a rendet, felállították a nemzetőrséget. Táviratot is küldtek Nagy Imrének, melyben a helyi dolgokról tájékoztatták a miniszterelnököt. Nyíregyháza dolgozó népe békés tüntetéssel fejezi ki szolidaritását az új magyar kormány mellett. Követeljük a szovjet csapatok kivonását Magyarországról. A budapesti harcokban résztvevő magyar szabadságharcosok teljes amnestiában részesítését. Nyíregyháza dolgozó népe a fegyelem és rend fenntartása mellett ott áll szilárdan a kormány mögött. 1956 helyi eseményei ma már a történészek kutatása nyomán ismertek. Tudjuk, hogy tüntetők a Zöld Irodaház elé vonultak és leverték a vörös csillagot. A csatlakozókkal együtt a börtön felé indult a tömeg, ahol követelték a politikai foglyok szabadon bocsátását. Felvették a kapcsolatot a rendvédelmi szervek vezetőjével és támogatásukat kérték. A Kossuth Gimnáziumhoz is elvonult a tömeg annak az álhírnek a nyomán, miszerint diákokat ejtettek foglyul. Ekkor csatlakoztak a tüntető tömeghez a fiatalok. Így jutottak a Damjanics laktanyához, ahol könyvfakasztó, gránátok és sortűz fogadta őket, de szerencsére nem volt halálos áldozata az akciónak. Mindössze 20 nap, de a magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956 őszén Magyarországon. Egy kicsi, de elszánt nemzet mondott nemet az elnyomásra, a diktatúrára. Nyíregyházán a városi emlékhelyek megkoszorozása után október 23-án a Váci Mihály Kulturális Központban lesz az ünnepség, melyen dr. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet, majd a Hősök terén az 56-os emlékműnél várják a nyíregyháziakat.